Köszöntöm Önöket! Az Öt kontinens egy nemzet című műsorunkat látják. A diaszporában élő magyarokról szóló műsorunk ma a következő témákat ajánlja figyelmükbe. Lászlóvári Tétcsongor közösségformáló hite. Az otthona is a magyarságot szolgálja. Van olyan, akit az élet nehézségei sokszor próbára tesznek, de az akadályokat legyűrve, megerősödve kerülnek ki a helyzetekből. Lászlóvári Tétcsongor is ezek közé tartozik, aki annak idején olykor napi 10-20 kilométert is gyalogolva mindössze 20 ezer forinttal a zsebében érkezett meg Ausztriába. Magyar származása is segítette abban, hogy mára sikeres karriert építsen. Gyökereit nem feledve vállalta a Gráci Magyar Vlog elindítását és a Gráci Magyar Egyetemisták és Öreg Diákok klubjának elnöki tisztét. A Brooklyn volt az életemnek egyik döntő helyszíne, ahol egyáltalán kapcsolatba kerültem Ausztriával, kapcsolatba kerültem a német nyelvvel. És annak idején teljesen más volt a város is, akkor szinte lepkehálóval kellett összefogdosni gyakorlatilag a magyar ajkú közönséget, úgymond. 1997-et írunk akkor, 19 éves voltam, hogy nemzetközi környezetben voltunk, életem első tapasztalata volt egy ilyen multikulturális közegben. Erről az épületről van szó, a 10-es számról, amely gyakorlatilag a Gráci Egyetemnek egy ilyen nulladik előkészítő évfolyama volt, ahol azok a diákok tanultak a világ minden pontjáról, akik felvételt nyertek. 1971-ben születtem, egy pedagógus családból származom, ennek minden hátrányával és előnyével együtt. Sajnos édesanyám 13 éves koromban meghalt, és onnantól kezdve gyakorlatilag teljes árvaként nőttem föl. Kommandós tanoncként folytattam a tanulmányaimat az érettségi után, és egyszer csak egyik pillanatról a másikra jött egy olyan egyházi ösztöndíj lehetőség, amely Grazban invitált. Néhány hónap leforgás alatt megtanultam a nyelvet. Végül egy érdekes a lelki kettőségből adódóan teológia felé fordultam. Üzletembereknek, politikusoknak, diplomatáknak gyártunk golyóálló tulajdonsággal rendelkező mappákat, táskákat. Ez egy 100%-osan osztrák-magyar koprodukció. A gyártás Magyarországon történik, bizonyos befejező munkálatok, illetve az értékesítés pedig Ausztriából. Alapítottam egy vállalkozást Magyarországon, terjeszkedni fogunk majd Horvátország felé is hasonló tevékenységekkel. Golyálló eszközöknek a gyártásán túlmenően az építőiparon keresztül számos ugye, banki területen is jelen vagyunk. Politológusnak is tanultam, kicsit megmerítkeztem úgymond a politikában is, persze ifjúsági oldalról, majd a külkereskedelemben kötöttem ki. Végül közviselőként fejeztem be a magyarországi pályafutásomat. Megnősültem, született egy kislányom, most már kettő van, és akkor fogalmazott meg bennünk a döntés, hogy a régi barátokra, emlékekre támaszkodva újra kijönnénk Grazba. Egy rendkívül nehéz döntés volt, és akkor a még nem egészen egy éves kislányomat és egy balesetben megvakult feleségemet otthon kellett hagynom. 20 ezer forinttal hagytam el az országot, tömegközlekedésen már nem volt pénz, így nagyon-nagyon sokszor és gyakran napi 20-30 kilométert gyalogoltam annak érdekében, hogy bekopogtatva bizonyos helyeken munkát próbáljak keresni. És találtam egy olyan hirdetést, hogy magyarul beszélő, magyar kapcsolatokkal rendelkező osztrák lakost keresnek, fölvettek Bécsbe, ahonnan átkértem magam végül Grazba. Ugyanakkor életemben nem volt semmilyen közöm ehhez a területhez, nem is nagyon szerettem volna ezt, de hát ugye nem volt más. Ebből adódóan, mivel ők adtak esélyt, úgy döntöttem, hogy rendben, akkor megpróbálom komolyan venni ezt a lehetőséget, és tényleg lehetőségként használni. És azt kell, hogy mondjam, ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Egy idő után ugye egyfajta szakosodás keretein belül ugye az ingatlan finanszírozások területével kezdtem el foglalkozni. Ez rendkívül sikeresen működik a mai napig. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy amikor megszületik a második kislányom, és mi is eldöntjük, hogy jó,
amikor akasztják a hóhért, én magam is szeretnék akkor egy saját otthont, és ezt a saját otthont, amikor elkezdtük keresni, akkor az utolsó utáni pillanatban már aláírtunk egyébként egy másik szerződést, velem szembe jött az ingatlan, az a családi ház Grazban, ahol még diák voltam. És amikor beléptem újra a akkor már 20 éve nem látott házba, akkor volt egy olyan érzésem, hogy otthon vagyok, és révbe értünk. Persze hát sok-sok munka volt, amire minden megfelelő állapotba került, de ez megerősített bennünket abban, hogy jó helyen vagyunk, jól irányítjuk az életünket, és hál' Istennek, a Isten is segít bennünket abban, hogy ezt az utat sikerrel tudjuk folytatni. Hát ez gyakorlatilag egy korábbi felajánlásomból származó kis mini stúdió. Innen kezdtük el sugározni az utóbbi időkben az úgynevezett gráci magyar vlog adásait. Ugye ez egy olyan YouTube csatorna, ahol a kifejezetten gráci, illetve tágabb értelembe véve az ausztriai magyaroknak a központi kérdéseivel foglalkozik, olyan témákkal, amelyek a kivándorlással, az itteni léttel foglalkoznak. Grazban kettő nagyobb egyesület létezik. Az egyik a Gráci Magyar Egyesület, a másik az pedig az úgynevezett MEÖK, az a Gráci Magyar Egyetemisták és Öreg Diákok Klubja. Ez utóbbinak lennék én az utóbbi kicsit több mint fél évben a vezetője. Ez a kettő egyesület, amit említettem is, egyébként szorosan együtt dolgozik, tehát hál' Istennek, de gyakorlatban nagyon szépen megvalósult a magyar és magyar közti összetartás. Ez pedig a mi egyesületünk újságja, ugye itt pont lehet is látni a volt elnökkel, éppen kezet fogunk, ugye szimbolikusan megtörtént a staféta átadása. Az, hogy egy ilyen újság fennmaradhat évtizedek óta, az azért nagyban függ attól, hogy egy helyi közösség mennyire tart össze, mennyire tartják fontosnak azt, hogy ezek a kiadványok akár anyagi áldozatok árán is fennmaradhassanak. Ez jelentős szimbóluma is a helyi magyarság összetartó erejének. A Magyar Egyetemisták és Öreg Diákok Klubja gyakorlatilag már 1957 óta tartott valamilyen formában megemlékezést az 1956-os események kapcsán. Az idei meghívót nemrég szerkesztettem, ami az érdekesség a dologban egyébként, hogy az én rokonságom egy része is, a nagynéném jelesül, szintén ezen a szakaszon hagyta el az országot 1956 végén, és gyakorlatilag Grazon keresztül Salzburgon át haladva, gyakorlatilag a francia egyik kikötőig meg sem állva haladtak, majd a végén egyébként Milfordnál kötöttek ki. Az 56-os megemlékezés gyakorlatilag majdnem teljes egészében egybefor azon kivándorló eleinknek a sorsával, akik ugye 56 végén hagyták el Magyarországot sajnálatos módon. Ezt a hagyományt ugye kezdetben kizárólag ők, illetve az ő generációk ápolták, de most egyfajta generációváltást átélvén is úgy látjuk egyébként, hogy ennek a létjogosultsága a mai napig megvan. Ezeket a hagyományokat gyakorlatilag magunktól önállóan és gyakorlatilag párhuzamosan a régi tradíciókkal követjük, és ezt szeretnénk megőrizni. Mára köszönjük figyelmüket! 5 kontinens, 1 nemzet című műsorunkat látták. Magyar Világ című testvérműsorunk is érdekes témákkal jelentkezik a héten. Adásunkat és a hozzá kapcsolódó információkat megtekinthetik a www.mediaclick.hu/5kontinens weboldalunkon. Számítunk figyelmükre legközelebb is, viszontlátásra!